A Belvárosi Nyári Szabad Egyetem Janus Pannonius irodalmi sátora elsősorban könyvbemutatóknak, irodalmi beszélgetéseknek a színtere. Az idei tusványoson egy vetítéssel egybekötött panelbeszélgetésen vehettek részt mindazok, akiket érdekel a romániai magyar közszolgálati televíziózás helyzete, akik személyesen is találkozni szerettek volna az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Magyar Adás munkatársaival. Az 50 után délután címet viselő beszélgetés előadói a Román Televízió bukaresti magyar adásának 90 utáni főszerkesztői. A műsorvezető Györfi Áron, az Erdélyi Médiatér Egyesület portfólió menedzsere, a Magyar Adás egykori munkatársa, arra kérte Boros Zoltánt, Kacsó Sándort és Mosoni Emőkét, hogy elevenítsék fel azt az örökséget, amit főszerkesztőként is kaptak, és hogy ebbe a jelenlegi médiapiacban, nem titkolt nehéz anyagi helyzetben, hogyan tudják a folytonosságot megőrizni, éltetni. Mindhárman azokat a sajátosságukat hangsúlyozták, amelyek a Magyar Adás egyediségét biztosítja. Nevezetesen, hogy közszolgálati státusából kifolyólag senkinek nem lévén kiszolgáltatva, a témához kizárólag a szakmaiság jegyében közelíthet. És hogy bármilyen áron, az alacsony nézettség árán is értéket teremt. Hogy egyedülálló, felbecsülhetetlen archívuma van, amelyet felújítva újra a nézők elé visz. Hogy a műsorokat románul is feliratozza. Mind lehetnének sajátosságok és szempontok, hogyha nem lenne egy olyan csapat, amely ezeket kamatoztatni tudja. El kell mondanom, hogy a Magyar Adásnak nagyon jó csapata van. Nem csak munkaközösség vagyunk, hanem az adás ügye iránt elkötelezett társaság. Hiszen ennek a csapatnak már csak az elmúlt 5-6 évben is számos olyan epizódon kellett végigmennie, amit egy olyan csapat, amelynek tagjai kizárólag munkaszerződéses viszonyban állnak az intézménnyel, rég feladták volna. És hogy csak a legutóbbit említsem, tavaly novemberben mínusz fokokban dolgoztunk az irodánkban, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a Román Televízióban nem volt fűtés. Az ujjaink a szószoros értelmében rágémbeledtek a billentyűzetre, többen közülünk megbetegedtek, de minden egyes adás elkészült. Ez csak egy példa, amivel azt akarom alátámasztani, hogy az elődeinktől örökölt adás szentségét teljes mértékben magunkévá tettük, és valahogy olyan erős a kötelességtudat ezekben az emberekben, akik itt vannak egy részük, hogy arra gondoltam, hogy ezzel a társasággal még egy tessék-lássék szabotást sem tudok elképzelni, dolgozunk bármilyen embertelen körülmények között, és ez pont annyira jó, mint amennyire rossz. Biztos értitek, hogy miről beszélek. Miért fogadtad el ezt a felkérést, hogy levezesd a mai beszélgetést? Nem is gondolkodtam rajta. Én szeretem azt a gondolatot, hogy ehhez a közösséghez tartozom. Úgyhogy föl sem erült, hogy ne fogadjam el ezt a felkérést. És nagyon örülök ezeknek a találkozásoknak, hiszen 29 évvel ezelőtt kezdtem Bukarestben. Gondolkodtam azon, hogy elmondjam-e, hogy minden olyan kínzó kérdésre, amikor azonosítanod kell valamilyen fiókot, és van egy ilyen választható kérdés, hogy ki volt az első főnököd, de viszont könnyen be tudom írni Boros Zoltán nevét. És öröm ez a találkozás számomra. Kíváncsi voltam, hogy hol tart ma a Magyar Adás, és ez egy remek alkalom volt erre, hogy fölvegyem az ívet. És milyen választ kaptál a kérdésedre? Hát azt a választ kaptam a kérdésemre, hogy küzdelmes. Sajnos ez nem változott, tehát küzdelmes a helyzet, amiben a Magyar Adás van, és talán a mostani beszélgetések és a pódiumbeszélgetésünk utáni beszélgetések adnak lehetőséget arra, hogy akár közösen tovább gondolkodjunk azon, hogy hogyan lehetne segíteni a Magyar Adás népszerűsítését, a Magyar Adás elérhetőségét. Hogyan fogadtak titeket annak idején, 90-ben a Szabad Magyar Adás szerkesztőit? Tiszteltek, becsültek, értékeltek bennünket, és itt ezen a beszélgetésen elhangzott egy szó, felelősségérzet. Végig a felelősségérzet vezérelt bennünket a 90-es fordulat után is, de a Ceausescu éra alatt is. Soha nem emlékszem egyetlen másodpercre is, hogy bármely kollégám, beleértve természetesen jó magamat is, nem a felelősségérzetünk
maximumán turboztuk magunkat. Most egy kicsit külső szemmel figyelsz minket. Hogy érzed, hogy hol van most nekünk a helyünk a közszolgálati televíziónak, a magyar adásnak? Nagyon nehéz kérdés, ugyanis. Ezt igazából csak ti tudnátok megmondani, és érvelek. Olyan hatalmas a választék a piacon. El nem tudnám képzelni, hogy én most, sokszor gondoltam erre, én ha most dolgoznék köztetek, hogyha most lennék a bukaresti magyar nyelvű adás főmunkatársa, mit is tennék? Esküszöm, nem tudom. Ebben a hatalmas piaci kínálatban mit tehetek én, közszolgálati médiamunkás, mit tehetek én, aki azt mondom, hogy a felelősségérzet kell, hogy vezéreljen, mert másképp nem érdemes. Nem tudom, mit tennék. Nem találnék ki, lehet, hogyha ott lennék, kitalálnék, mert hiszen kényszerhelyzetben volnék, de így kívülről egyszerűen csodállak benneteket, hogy tovább tudtok dolgozni, ugyanis te is tudod, mindannyian tudjuk, hogy ebben a szakmában, hogyha nincs visszajelzés, nincs sikerélmény érzet, akkor nem érdemes csinálni. Te hogy látod ezt a mostani magyar adást, meg azt, amit tulajdonképpen újra kezdtetek ti, azt a szabad magyar adást 90-ben, amit kezdtetek? Az a magyar adás, amit 90-ben indítottunk újra, és ami tulajdonképpen a szerves folytatása volt a régi magyar adásnak, én úgy nevezem azt a magyar adást, amit 69-től egészen 86. januárjáig tartott. Nos, szerves folytatása volt, mert olyan emberek kezdték újra, akik benne voltak a korábbiban is. Néhányan televízióba bejöttünk, és egyszerűen elfoglaltuk a szobákat, és azt mondtuk, hogy na, akkor hétfő délután 4-től 7-ig magyar adás. De más szempontból is, tehát akkor is tudtuk, hogy ki a mi célközönségünk, akkor is tudtuk, hogy és akkor is úgy gondoltuk, hogy a közszolgálatiság számunkra azt jelenti, hogy a közösség szolgálata, ami egyenlő a cél közönségünkkel, ahogy a szakmában mondják, hogy kinek célozzák ezt vagy azt az adást, milyen rétegnek. Célközönségünk nem más, mint az erdélyi magyar nemzeti közösség egyébként, amelyhez tartozunk mi is, akik ha Bukarestben készítjük a műsort, vagy ott véglegesítjük, akkor is erdélyi magyarok vagyunk, hogyha máshol, akkor is azok maradunk, vagy ha akár kimegyünk, figyelem a kivándorolt kollégákat, hogy ők visszajönnek, és ők erdélyiek maradnak, és erdélyi magyarok. Nos, a lényeg, hogy az erdélyi magyaroknak, az erdélyi magyarokról, az erdélyi magyarokért szól a magyar adás, ez a lényeg jelen van a mai szerkesztőségben. Ennek a megfogalmazását úgy is lehet készíteni, és készülnek olyan műsorok a mai szerkesztőségben is, hogy azt a románság is megértse, hogy ne a román nacionalista, sajnos nyugodtan mondhatom, soviniszta médiából és újságokból értesüljön magyar-román konfliktus előidéző eseményekről, mint amilyen az Uszbölgyi botrány volt, hanem tudja meg a valóságot a magyar adástól. Nos, a valóságot megtudni a magyar adásból, és ezért nézni a magyar adást érdemes, ezt mi megtapasztaltuk a 90-es években, amikor a román televízió egészen nagyon a tulajdonában volt, és nagyon manipuláló eszköze volt a kommunista nomenklatúra második vonalának, amely akkor átvette a hatalmat, de valahogy ez a hatalom, ez a totális hatalom nem terjedt ki épp a délutáni magyar műsorra, és ennek is megvoltak az okai, mert ahányszor ráléptek a lábunkra, visítottunk egyet. Nos, ezért ki tudtuk mondani, mert hogy szóltunk mindig, mikor bántottak bennünket, békén hagytak a főnökök, és ki tudtuk mondani a valóságot olyan eseményekről, amelyekről a román televíziónak a híradója egészen másképp beszél. Ez ma is így van, sajnos bizonyos eseményekről teljesen más mond az egész román sajtó és román média, és nagyon ritka az, amikor van
egy olyan román újságíró, vagy egy olyan politikus, amely részrehajlás nélkül elmondana egy román-magyar vitában egy józan szöveget, elmondaná a valóságot. Nos, ezt most is megteheti a Román Televízió magyar adása, és amit megtehet, hogy nézzék, az, hogy olyasmit közvetítsen, és úgy közelítsen a valósághoz, amire kíváncsiak az emberek. Az emberek a valóság igazi oldalára kíváncsiak. Suntem deosebit de emoționați că ne aflăm lângă colegii noștri în acest studio al televiziunii libere, care sună așa de frumos și în limba maghiară, Szabad Román Televízió. Egy alkalom nekünk minden egyes jubileum, az 50 éves különösképpen arra, hogy beszéljünk a magyar adásról, a bennünket foglalkoztató kérdésekről, és hogy valahogy közelítsünk a nézőinkhez, a potenciális nézőinkhez főként. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a 90 utáni főszerkesztők, mi hárman leültünk, és el tudtuk mondani, hogy létezik egy folytonosság a magyar adásban. Az 1969-es intulástól napjainkig gyakorlatilag ugyanazokat a tematikákat, ugyanazt a megközelítést folytatjuk, amit annak idején az elődeink felvállaltak, és körülöttünk megváltozott a kontextus, más a szövegkörnyezet, de helye van a magyar adásnak ebben a szövegkörnyezetben is, sőt. Tehát én ezért örülök, hogy ezeket el tudtuk mondani összeszedetten, összefogottan, és úgy tűnt nekem, hogy a hallgatóság fogékony is volt erre. Sándor, szerintem te is ezt tapasztaltad, bele-bele is szóltak, tehát érdekelte őket az, amit mi nyújtani tudunk. Jó találkozni. Jó találkozni a bálványosiakkal, mert végül is ott indult, és annak idején mi ifjúsági rovatot szerkesztettünk, és akkor minket küldtek oda, tehát 90-től egészen 96-ig, míg a Fidesz hatalomra került, addig mit csináltuk? Az ellenzékbe levő Fidesz táborát, ugye utána már átvették a főnökeink ezt a kört, ugye, ezt a munkakört, és jó volt régi ismerősökkel találkozni, és levetíteni nekik azokat a felvételeket, amik akkor történtek, ugye. De 1989. decemberében közvetlenül az úgynevezett események után jártunk Kézdivásárhelyen néhány fideszes barátommal, és akkor határoztuk el, hogy megpróbálunk bálványos fűzőnek tábort szervezni. Ezt tavaly nyáron meg is sikerült csinálnunk, és idén nyáron a tavalyinak a tapasztalata alapján gondoltuk, hogy na, akkor ebből egy hagyományt kellene, és jó lenne csinálni. Azért annyira jó érzés keresgélni egy nagy, hatalmas aranyszallagtárban, és megkapni olyan fényképeket, vagy olyan felvételeket, amikor tudjuk, hogy ott a képernyőben bemutatjuk, valaki felismeri magát. Ma is felismerted magad, igaz-e? Így van. Nem is tudom megmondani pontosan, hogy ez mikori fényképe. Talán 2004-2005 környéke lehet. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes fiatalkori élmény, azt kell mondjam most már, így majdnem másfél évtized távlatában. Igen, bizonyos szempontból tulajdonképpen
ha Balassi intézetre gondolunk, akkor valahol a kultúra iránti érdeklődés, az egyik része az természetesen a Marosvásárhelyi Alternatív, a másik pedig valahol Tusványosnak a szervezése, vagy a Tusványos szervezésébe való részvétel volt. Igen, és ott vagyunk, mi a magyaradás az életetekben, mondhatom ezt így? Abszolút, abszolút, sőt, hát nem annyira, hogy olyan szinten ott van a magyaradás, hogy tulajdonképpen mi a médiában igazából a magyaradáson keresztül létezünk, úgyhogy nekünk ez egy óriási segítség, hiszen nagyon-nagyon sok román jön be úgy egyébként az intézetbe, hogy előtte a magyaradásból látott valamit, ami számára izgalmas és érdekessé vált, és ez tényleg egy olyan csatorna, ami azt kell mondjam, hogy megfizethetetlen marketing tevékenység. Valahogy az az érzésem, hogy nem csak azért ültél be ma a panelbeszélgetésre, mert ismersz minket és barátként tekintesz ránk akár, hanem egyáltalán azért, mert téged ez a közszolgálatiság nagyon érdekel. 2019-ben hogyan kell mi erről beszéljünk, akár egy közszolgálati intézményről, egy közszolgálati televízióról, vagy egy adásról? Én egy picit máshonnan közelítem meg, a közszolgálatiság is nagyon-nagyon fontos, de a profizmust én rendkívül fontosnak tartom. Azt, ahogyan készülnek ezek a műsorok, amiket akár a Balassi Intézetbe fölvesztek, és ami megjelenik, abban pontosan nem csak hogy a szerkesztők felkészültsége, de a fények beállítása, az operatőri tevékenység, meg minden egyéb, azok nagyon-nagyon fontosak, és egészen más. Másképp néz ki egy ilyen televíziós műsor, mint az, amit ma már gyakorlatilag mindenki tévés, vagy mindenki videófelvételeket készít, és az Instagramon, meg a Facebookon osztja meg. Ez azért pótolhatatlan, én azt gondolom. Tehát a televíziós műfaj, akkor is, hogyha sokan azt gondolják, hogy egy picit bulvárosodott, vagy egy picit hangzatos címet, vagy hangzatos bejelentéseket kell ezen történniük, nagyon-nagyon fontos az a profizmus, amit ti bevisztek ebbe a dologba, és én azt gondolom, hogy a profizmus az, ami tulajdonképpen a közszolgálat ma már, hogy ezt megjelenítitek, és ezt ilyen formában osztjátok meg nap, mint nap a közönséggel. 50 után, délután? Ó, nem délután, hogy lenne délután, az első 50 év telt el igazából, bemelegítésnek nagyon jó volt.